számos vajdasági településen a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradtak a szilveszteri ünnepségek, ám sok olyan település is van környékünkön, ahol az előírások szigorú betartásával újévvárást tartottak. Ilyen volt a Tiszakálmán falvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület eseménye is, ahol a részvételt védettségi igazolványhoz kötötték, valamint a 200 fős befogadó képességű terembe csupán 50 személyt engedtek be. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen érzésekkel tekintenek az elmúlt időszakra, és milyen reményekkel indulnak a 2022-es esztendőbe. Hát remélem, hogy a 2022 sokkal szebb időt hoz el nekünk, és hogy végre felszabadulunk, szabadon tudunk utazni, dolgozni, társalogni, programokat szervezni, és élvezni az együttlétet. Én nekem jó volt a tavalyi év is, kicsit be voltunk zárva, de azért kibírtuk, nem volt semmi baj. Most az jövő, vagy az idejét még többet várunk, hogy ne legyünk becsukva, hanem legyünk szabadok, mehessünk mulatni tél délutánokra, mert szeretünk menni táncolni, mulatni, szeressük a társaságot. Most is örülök, hogy itt bírunk lenni egy kicsit, kiszabadultunk. Az eseményen a jó hangulatért a harmat együttes felelt, a vendégeket pedig hagyományos szilveszteri menü várta.